Kedves nézőink, az elmúlt héten csütörtökön a Vese Világnapja alkalmából nyílt napot tartottak az Ajkai Dialízis Központban, mi is ellátogattunk az intézménybe. A Vese Világnapjának az idei fő témája megfelelő vízfogyasztás. Miért ezt a témát választották? Azért, mert meggyőződésünk szerint a lakosság számára még nem eléggé közismert, hogy megfelelő mennyiségben kellene a folyadékot bevinniük egy nap. Nagyon sokszor az egyéb elfoglaltság mellett erre nem jut idő, és gyakorlatilag ezzel a meglevő vesebetegségnek az előrehaladását fel tudják gyorsítani. Mennyi ez a megfelelő folyadékmennyiség, illetve fontos-e az, hogy mi legyen ez a folyadék? Minimum 1,5-2 liter folyadékot kellene naponta bevinni. Az igazán jó az lenne, hogyha ez rendes víz, vagy pedig ásványvíz formájában történne, de a többi folyadék is számít, amit akár leves, akár más formában visznek be. Általában mennyit fogyasztanak egy nap az emberek? Az emberek egy része körülbelül 1 liter folyadékot fogyaszt naponta, ez arra kényszeríti a vesét, hogy egy sűrűbb vizeletet állítson elő, ami egy fokozott megterhelést jelent, és ez a vesebetegségnek az előrehaladását fel tudja gyorsítani. Mik lehetnek még a vesebetegség okozói? A vesebetegségnek nagyon sok oka van. Az elsőleges gondot az jelenti, hogy a cukorbetegség és a magas vérnyomás gyakorlatilag ma már népbetegségként tartható számon, és ők a leggyakoribb okai, mint szövődmények a vesebetegség kialakulásának, de ezon kívül az ismételt és kellően fel nem ismert húgyúti fertőzések ugyanúgy nagyon sok esetben veseelégtelenséghez vezetnek. Van-e kiemelt korosztály, aki különösen érintett? Azt hiszem, hogy nem lehet elmondani, hogy különösen, mert fiatalkortól kezdődően is figyelni kell, mert vannak már akár fiatalkorban is olyan jelek, amelyek már a később a vesebetegség kialakulásához vezethetnek. Így például a magas vérnyomás is egyre gyakorabban fiatalabb korosztályban fordul elő. Korábban voltak az országon belül olyan szűrések, ahol a diákoknál 8. általános iskolában 10%-os volt majdnem a magasabb a vérnyomás mértékek aránya. Azon kívül a cukorbetegség kezdete is egyre fiatalabb kor felé tolódik el. Aki észleli magán ezeket a jeleket, mire figyeljen, hogyan tudja elkerülni a vesebetegség kialakulását? A vesebetegség kialakulását a megfelelő folyadék mellett rendszeresen szűrővizsgálatokkal lehet kideríteni, valamint hogyha ultrahangvizsgálatokkal. Nagyon sokszor olyan beteget kapunk, akik már nem tudott az előzményen a vesebetegségről. A vesepótló kezelésbe kerülő betegeknek a több mint a fele ma is úgy kerül be művesek kezelésre, hogy nem tudott arról, hogy korábban neki vesebetegsége lenne. Ezért a szűrővizsgálatok lennek megfelelőek. Ehhez szoktuk a háziorvos kollégák segítségét kérni, hogy rendszeres laborvizsgálatok figyeljék a betegek vizeletét, vagy csináltassanak ultrahangot, mert ebben az esetben már korán stádiumban kiszülhető a vesebetegség. Milyen stádiumai, milyen fokozatai vannak a vesebetegségnek? Hát az a gond, hogy maga a krónikus veseelégtelenség, mint egy végstádiumú vesebetegség, már csak nagyon előre haladott stádiumban okoz tüneteket és panaszokat. Az esetek döntő részében nem lesz felismerhető, mert gyakorlatilag a labor és ultrahang eltéréseken kívül nincs semmi olyan, ami a beteget arra irányítaná, hogy neki vesebetegsége van, és csak később kerül már felismerésre. Ezek az esetekben csak a laborvizsgálatok azok, amelyek kiderítik a vesebetegség meglétét. Ilyenkor mi a teendő? Ilyenkor itt az Ajkai állomáson a Magyar Imre Kórház keretén belül működik a nefrológiai gondozó. Ide várjuk a betegeket, csak azokat, akiket rendszeresen szűrővizsgálat során kiszűrtek és megfelelő időben gondozásba veszünk. Náluk a vesebetegség adnak az előrehaladása minimális sebességre lelassítható, vagy megállítható is az esetek egy részében. Milyen következményekkel jár az, hogyha valakinek az egyik veséjét például el kell távolítani? Az a gond, hogy a másik veseinek igazából túl kell működnie, és pótolnia kell a kiesett vesének a működését. Ez hosszú időn keresztül önmagában a túlműködés is gyakorlatilag vesekárosító hatású lehet, hosszabb időtávon keresztül, de az életkorral párhuzamosnál ezeknél az embereknél ugyanúgy a magas vérnyomás, cukorbetegség is, mint vesekárosító tényező megjelenhet, és ez a kettő összeadva vezet oda, hogy egy súlyosabb vesebetegség kialakul. Lehet egy vesével is teljes életet élni? Lehet, természetesen lehet. Oda kell figyelni rá, igazából ez onnan is lehet tudni, mert vannak olyan országok, akár Irán vagy Japán, ahol a vese átültetések szempontjából gyakorlatilag csak nem használják a halottakból származó szerveket, vallási okokból náluk csak a családtagok vagy hozzátartozók ajánlják fel a szerveiket. Nagyon sok olyan ember maradt, akinek egy veséje lett ezután, miután felajánlott a hozzátartozójának, és náluk egyáltalán nem lett gyakoribb a vesebetegség gyakorisága, mert odafigyelnek.
A transzplantált betegeknek mire kell odafigyelniük? Hát a transzplantáció úgy van, hogy igazából két típusa létezik, az egyik igazából a halottakból származó szerv, ahol azok kapják, akik a listán vannak, és immunológiai, tehát szempontból megfelelnek azoknak a kritériumok, hogy a vesét megkapják, a másik pedig, akik a élődonoros transzplantáció, amikor megfelelő vércsoporttal rendelkező hozzátartozók ajánlják fel a szervüket. Ezek a sokkal jobb eredmények, amivel élődonoros van, mert az egy tervezett beavatkozás, nagyon kicsi az az idő, amit a vesének igazából szervezetén kívül kell töltenie, ezért sokkal jobbak a túlélési viszonyok, amire vigyázniuk kell, az, hogy a gyógyszereket rendszeresen szedjék, mert a vesének a kilökösödési reakciói akár később évtizedek múlva is jelentkezhetnek. Volt olyan betegünk, akinek már 20 éve volt, működött egy transzplantált veséje, és úgy gondolta, hogy ennyi idő után már elfogadta a szervezete, neki már nem kell szedni a gyógyszereit, abbahagyta a szedéseket is, kilöködött 20 év után is, tehát erre kell figyelni, a gyógyszereket szedje, valamint pont a gyógyszerszedés miatt a fertőzéseknek a gyakorisága és a veszélyessége sokkal nagyobb, mint az átlag lakossága számon belül. Melyek azok a tünetek, amikor mindenképpen kivizsgálást kell kérni? Én azt gondolom, hogy akinek ismételten húgyúti infekciói zajlottak le, vagy akár kialakult egy magas vérnyomása, aminek nem tudja az eredetét, mert akár az egy vesebetegséghez is társulhat, vagy cukorbetegség alakult ki, és bizonyos fennállási idő eltelt azóta, érdemes kivizsgálást kérni, mert ezek már gyakorlatilag hajlamosítanak vesebetegség kialakulására, akkor is érdemes, ha a családon belül valakiről tudjuk, akár szülők, nagyszülők, hogy vesebetegségbe szenvedtek, akkor érdemes kivizsgálást tenni, mert nagyobb a kockázat annak, hogy a vesebetegség kialakul. Itt Ajkán hány dializált beteg kezelésére van egyszerre lehetőség? Most úgy van, hogy 12 vagy 14 beteget kezelünk egy műszakba, hétfő, szerda, pénteken 3 műszakba, 2 csütörtök, szombaton pedig 2 műszakba kezeli beteget. Ezek a klasszikus, úgy nevezik, hogy hemodialízis, tehát amikor a vérből távolítjuk el azokat a mérgező anyagokat, amit a vese nem tud végezni. Vannak 13 betegünk, van, aki hasi kezelésben részesül, ami azt jelenti, hogy otthon ő magát kezeli, és csak gyakorlatilag havonta egyszer vérvételre, egy másik alkalommal pedig egy szakorvosi ellenőrzése jelenik meg. Milyen mai nyílt nap programja? Mai nyílt nap igazából most 10. alkalommal kerül megrendezésre, mivel a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet határozta el, hogy a vesebetegségek egyre nagyobb száma és egyre nagyobb fontossága miatt minden hónap márciusában legyen egy nap igazából a vesebetegségeknek szentelve. Ez a 10. alkalom, hogy ez Magyarországon megrendezésre került, és igazából az a célja, hogy egyre ismertebbé tegye és magát a betegséget, és egyre több ember gondoljon rá, hogy érdemes szűrésre mennie. A mai napnak az volt az apropója, hogy most ebbe az évben a folyadékfogyasztásnak a mennyiségére hívja fel a figyelmet, hogy az emberek elég folyadékot vigyenek be. Akik már megjelentek az egészségügyi szakközépiskolások, akik megnézhetik a különböző előadást is tartottak, nővéreknek találkozhattak és beszélhettek betegekkel. Azon kívül a helyi nyugdíjas klubból is vártunk látogatókat, ők most jelenleg is vannak. Azon kívül még várunk, az önkormányzat részéről is jönnek még emberek, akiket tudunk beszélni, hogy fölvívjuk, mert azt gondolom, hogy ez egy közös probléma, és közös dolog, amit hogyha megfelelően kezelünk, akkor a vesebetegek száma az csökkenhet akár a városban és a környékén is.